A kisebbségek európai parlamenti érdekérvényesítéséről egyeztettek a Brüsszelben a külhoni magyar politikai szervezetek. Erről beszélgetünk, illetve arról, hogy milyen eredményre jutottak ezen az egyeztetésen. És akkor most szabadkára kapcsolunk Pásztor Istvánhoz, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökéhez. Jó estét kívánok! Ön hogy látja, sikerült-e egyességre jutni abban, hogy hogyan lehet sikeres Európában a kisebbségek érdekérvényesítés? Se. Hát én azt gondolom, hogy nem találtunk rá a receptkönyvre, mert hogy receptkönyv nincsen, körülmények vannak, adottságok vannak, lehetőségek vannak, elképzelések vannak, és ezeket kell megpróbálni valahogy sikerre vinni, a lehetőségeket felhasználni, kihasználni, az elképzeléseket bemutatni, partnerokat gyűjteni hozzá köré, és hát megpróbálni így Brüsszelben is érdeket érvényesíteni azt gondolom, hogy, hogy az útnak az elején vagyunk, sok tekintetben, hasonló helyzetben mi vajdaságiak a többi határon túli magyar közösséggel, sok tekintetben, talán más helyzetben, mint köztudomású Szerbia nem tagja az Európai Uniónak, most indulnak a szerbiai csatlakozási tárgyalások nekünk, az az alapvető érdekünk, hogy ebbe a tárgyalásba a különböző tárgyalási platformokba bevigyük azokat a fontos kollektív jogokra, egyéni jogokra vonatkozó elképzeléseket, problémákat, amiket a tárgyalás folyamatában valahogy meg kell próbálni kezelni. Ilyen vonatkozásban azt gondolom, hogy az előző számunkra fontos országok csatlakozási tárgyalása, illetve csatlakozása tanulságos. Az élet azt bizonyítja, hogy leghatékonyabban akkor lehet ezeket a kérdéseket kezelni, amikor az ország a tárgyalás fázisában van, amikor bekerül egy-egy ország az Európai Unióba, akkor azt kell látni, hogy a kisebbségi kérdések vonatkozásában, nyitott kisebbségi kérdések vonatkozásában sokkal kisebb az érdekérvényesítési lehetőség, sokkal kisebb a mozgástér. Ilyen vonatkozásban hihetetlenül fontos az, hogy a vajdasági magyar közösségnek Deli Andor személyében van európai parlamenti képviselője a Fidesz-listán. Sokkal azt megelőzően, hogy Szerbia e, tag, sokkal azt megelőzően, hogy esetleg a vajdasági magyar közösségnek e, önmaga jogán, saját választási lehetőségeit felhasználva ilyen e, lehetőség birtokába kerüljön. Ez a mi számunkra egy. E, új politizálási kihívás, ez egy új terep, ez egy új lehetőség, de azt látom, hogy nem csak nagyon ígéretes, hanem az elmúlt valamivel több mint fél év jelentős eredményeket hozott. Itt szeretném csak említeni azt az erőfeszítést, azt a közös erőfeszítést, amelyik most a napokban sikerrel zárult, nevezetesen most készült el az Európai Parlament szerbiai ország jelentése, ebben nagyon sok olyan momentumot sikerült beépíteni, Amik az, elő, amik az előző ország jelentésben nem szerepeltek és amik egyfajta hivatkozási alapot egyfajta fajta teljesítési feladatkört jelentenek, és ez egészen biztos, hogy előbbre viszi az érdekérvényesítéseink lehetőségét. Miért gondolja, hogy Szerbia ma nem az egyetértés, hanem az ellentétek országa? És kérdezem ezt annak tükrében is, ugye, hogy a napokban egy asztalhoz ültek másik két párt képviselőivel, és igyekeztek tisztázni a vitás kérdéseket, melyek voltak ezek. Ezek elsősorban a Vajdasági Parlament, illetve a Vajdasági Többségi Koalíció működésével kapcsolatos kérdések, de azt kell látni, hogy a politikai megosztottság Szerbiában nagyon-nagyon nagy, azt kell látni, hogy a politikai blokkok közötti szakadék az nagyon nagy, és ez a mindennapokat jelentős mértékben megnehezíti az ön kérdésben idézett gondolat, az elsősorban erre vonatkozott azt gondolom, hogy meg kellene állapodni egy nemzeti minimumban, de hát ez nem elsősorban, vagy nem csak kizárólag magyar kérdés, persze a mi érdekünk is az volna, hogy ennek a nemzeti minimumnak a kialakításában egyrésztről hát a magunk erejével összhangban jelen tudjunk lenni, másrésztről pedig, hogy ennek a minimumnak a része legyen az a kérdéskör, amelyek a mi szempontunkból nagyon-nagyon fontosak. Mi különben azt gondoljuk, hogy az érdekérvényesítés minden egyes mezei naponta kell megvívni a csatákat, nem tudom elképzelni azt, hogy Brüsszelben, Budapesten vagy valahol máshol helyettünk megoldják a problémákat. Azt gondolom, hogy a problémák nagyon összetettek, és egy-egy kérdést egészen biztos csak úgy lehet kezelni, hogyha minden egyes szinten az ember a napi csatákat megvívja. Egészen biztos, hogy úgy tudjuk csak a közösségi érdekeket érvényre juttatni ha itt Szerbiában partnerkapcsolatot építünk, és a többségi politikában partnerokra lelünk. Az elmúlt évtizedek itteni tapasztalata, az elmúlt 6-7 év itteni tapasztalata, amikor a Nemzeti Tanácsról szóló törvényen dolgoztunk, amikor annak a megvalósításának kibontakoztatásán dolgoztunk és dolgozunk, egyértelműen az bizonyítja, hogy ennélkül a párbeszéd 6. nélkül, nem lehet érvényesülni és nem lehet erőle haladni. Ezért fontos az, hogy ne csak csatározások legyenek a politikai szinteren, hanem olyan kérdések is, amelyek nyugvópontra tudnak jutni.